Köszöntöm nézőinket! Önök a Telepaks kistérségi televízió híradóját látják augusztus 25-én pénteken. Az oktatás területén várható változásokról tájékozódhattak a megjelentek a Csengei Központban. Kihirdették az idei virágosítási verseny eredményét, ismét támogatta a rászorulókat a Segítők Háza. Ezek főbb témáink, nézzük a részleteket! Az oktatás témakörével folytatódott az erőmű bővítés városfejlesztési feladatait bemutató tájékoztató sorozat. A Csengei Központban ezúttal az érdeklődők mellett a pedagógusokat várták, a téma előadói Szabó Péter alpolgármester, Gerzsei Péter tankerületi igazgató és Péterné Iker Ivett humánpolitikai tanácsadó voltak. A paksi önkormányzat a fontos kérdésekben kikéri a lakosság és a szakma véleményét. A kialakult gyakorlatba illeszkedett az a pedagógus fórum, melyet a kulturális központban tartottak. A közelgő atomerőmű beruházás kapcsán megjelentek olyan igények a beruházó, vagyis az állam, valamint az orosz féltől, melyekben gyors döntés szükséges, és ezeket a lehetőleg alaposabban szeretnék meghozni. Itt meg fog jelenni egy nagyon komoly munkavállalói réteg, mind orosz, mind magyar munkavállalói réteg. Ez természetesen azzal jár, hogy a gyermeklétszám is növekedni fog az elkövetkezendő időszakban, és hát ez azzal jár, hogy a pedagógusokra szükség lesz. Szeretnénk is azt megvalósítani, hogy ne legyen pedagógus hiány. A paksi önkormányzat készült erre a helyzetre. A közelmúltban a köznevelési feladatokkal kapcsolatban városfejlesztési tanulmány is készült. Ebben szerepel egy ösztönző program, melyben a szociális bérlakások rendszerének átalakítása, valamint a szolgálati bérlakások rendszerének kiépítése is megtalálható. Annak ellenére, hogy az iskoláinknak a fenntartása és a működtetése átkerült a klikhez, ettől függetlenül mi nem fogjuk elengedni az iskoláink kezét, hanem mivel az épületek a város tulajdonában vannak, másrészt a mi gyermekeink járnak ezekbe az iskolákba, így nagyon fontosnak tartjuk, és meg is fogjuk valósítani, hogy az épület infrastruktúrát úgy alakítjuk át, mind minőségében, mind esztétikailag, mind energetikai szempontból fel szeretnénk újítani. Tehát ehhez meg is van a jogunk és a lehetőségünk, és ezzel szeretnénk is élni a következő évi költségvetésben, már mindenképpen szerepelni fog erre egy elkülönített rész. A fórumon elhangzott, az orosz fél szegregált osztályok indítását kéri, a pedagógusokról az oroszok gondoskodnak, a városnak a helyet kell biztosítania, amely várhatóan a II. Rákóczi Ferenc általános iskola egyik épületszárnya lesz. A középiskolai oktatást várhatóan Budapesten oldják meg. Gerzsei Péter tankerületi igazgató a 2013 óta tartó átalakítási folyamatról beszélt, és bemutatta a paksi intézményeket számokban, valamint kitért arra is, hogy a Paks 2-es bővítés kapcsán van elegendő kapacitás az iskolákban. A nagyon nagy változás az 2017. január 1-ével következett be, ugye ettől kezdve ugye átkerült a működtetés a tankerületi központhoz. Ugye ez, én úgy gondolom, hogy zökkenőmentesen ment, a feladatokat folyamatosan megoldjuk, és igazából tehát semmilyen visszajelzés nincs, ami bármi negatív lenne a rendszer működésével kapcsolatban. Ugye a másik változás az az volt, hogy tankerületi központok jöttek létre, és ugye a korábbi Tolna megyei 6 tankerület helyett 2017. január 1-től már csak 2 tankerületi központ működik a megyében. Ugye a szekszárdi tankerületi központhoz tartozik a paksi, a tolnai és a szekszárdi járás. A tankerületi igazgató hozzátette, rendelkeznek az iskolákkal kapcsolatos statisztikai adatokkal, az infrastruktúra pedig rendelkezésre áll Paks mellett a kistérség iskoláiban is. Orosz nyelvi képzésre szóló felkérés még nem érkezett, de már vizsgálják ennek lehetőségét, mert erre a diákok részéről is egyre nagyobb az igény. Kihirdették az idei paksi virágosítási verseny eredményeit, az Együtt a Parlagfű ellen alapítvány immáron 20. alkalommal írta ki pályázatát az önkormányzat támogatásával. A lehetőség évről évre egyre népszerűbb a lakosság körében. A virágosítási verseny egyre népszerűbb Pakson, jelenleg 93 családi ház jelentkezett a versenyre, illetve 13 lépcsőház és 3 darab utca.
szeretnénk minél több családot bevonni, hogy Paks minél szebb, virágosabb legyen, illetve gyommentes legyen. 20. alkalommal hirdette meg az Együtt a Parlagfű ellen alapítvány az önkormányzat támogatásával a Paksi virágosítási versenyt. A pályázaton három kategóriában a legszebb virágos kertesház, legszebb virágos lépcsőház és a legszebb virágos utca címért indulhattak a résztvevők. Minden díjazott, akit megfelelő minősítésben részesülnek, ők virágpalántákat kapnak, amit a tavasszal, amikor a virágosítás van, vehetnek át, és díszíthetik vele majd ismét a környezetüket. Ha ismét a számokat nézzük, akkor a közel 20 év alatt közel 1000 pályázó, mintegy 50 ezer virágpalántát ültetett itt el Pakson. A zsűri többek között értékelte azt, hogy a nevező kertje, utcája a közösség és a járókelők számára is gyönyörködtető legyen. Erre törekszik Varga Tiborné is, aki rendszeres résztvevője a virágosítási versenynek. Szabad ideje nagy részét a kertjében tölti a növényei gondozásával. Munkáját aranyminősítéssel díjazta a zsűri. Nagyon szeretem a vinkát, mert egy nagyon hálás virág. Nem, nincs vele olyan sok gond, de a muskátli is kedvencem, margaréta, és hát minden virág egyébként, ezt már otthonról hoztam a szüleim házába is. Mindig sok-sok szép virág volt, és így ragadt rám. Varga Tiborné mellett Vince Istvánné kapott még aranyminősítést a családi házak kategóriájában. Ezüst minősítést 2 utca és 6 családi ház nyert, bronz minősítést pedig 2 utca és 5 családi háznak ítéltek oda. A díjazottakat plakettel ajándékozták meg, és verssel lepték meg az eredményhirdetés résztvevőit. Egy kis virág nyílt az útfélen, mint csillag, éget, mint drága szem. Már nyúltam érte, de suttogott. Ha leszakítasz, elhervadok. Erre tövestől kivettem őt, virulj kertemben házam előtt. Ott jól beástam gyökereit, egész bokor már, és úgy virít. Mindenkor a paksi lakosság igényeit és érdekeit szem előtt tartva kell javítani a városban élők életszínvonalán, nem pedig az íróasztal mögött meghozni a döntéseket, mondta Kerezsi László, a Magyar Munkáspárt polgármester jelöltje a piacon tartott sajtótájékoztatón. Paks életén akkor tudunk jobbítani, hogyha az emberek véleményét kikérjük, és ezeket az információkat felhasználva javítunk a paksiak életkörülményein. Ezért jöttünk most a piacra, mert itt sok emberrel találkozhatunk, mondta Kerezsi László, a Magyar Munkáspárt polgármester jelöltje a sajtótájékoztatóján. Itt létem alatt is elég sokat beszélgett az emberekkel, és már rajzolódott ki néhány olyan dolog, amit mindenképpen szeretnének, ha jobb lenne. Lehet, hogy ez csak egyéni érdekek, de sokan említették például, hogy a közlekedésben lehetne javítani oly módon, hogy a helyi közlekedést hozzáigazítani a városok közötti közlekedéshez, a menetrendet jobbítani, esetleg új utcákat bevonni a forgalomba. Kerezsi László arról is tájékoztatott, hogy a paksi lakosok visszajelzése szerint többek között igény lenne további szociális bérlakások létesítésére, valamint a vasúti személyszállítás visszaállítására. Ami jó, azt meg kell tartani, ami pedig javítható, azon javítani kell, hangsúlyozta a polgármester jelölt. Volt, aki az egészségügyi ellátást emlegette, hiszen van szép épület, úgy tűnik, hogy koncentrálódik abban az épületben az ellátás, de ez egyes embereknek problémát jelent, mert hogyha messziről kell idejönni, nincs megfelelő buszközlekedés, akkor ez nem egy jó döntés, hanem pontosan olyan döntés, ami a paksi emberek életére rossz hatással lehetséges. Beszéltem helyi fiatalokkal is, akiknek igényük lenne Pakson megfelelő minőségű és nagyobb mennyiségű szórakozási lehetőségre. A Paks 2 projekt kapcsán az ideérkező több ezer ember fogadására már most fel kell készülni. Ezeket a problémákat szeretném megoldani, ha Paks polgármesterének választanának, összegezte Kerezsi László.
Az óvodák és az iskolák helyzetével kapcsolatosan tartott sajtótájékoztatót Mezősi Árpád független polgármester jelölt. Az aspiráns kiemelte, úgy érzi, a városnak adóssága van az oktatás területén, főként az épületek állagát, felszereltségét tekintve. Azt mondta, többet is fel kellene újítani. A következő időszak fejlesztéseinek a paksiakról kell szólnia. Ezzel a gondolattal nyitotta meg pénteki sajtótájékoztatóját Mezősi Árpád jelölt. Elmondta, polgármesterként a legfőbb iránytű számára a lakók érdekeinek a képviselése, amiben az iskolák, óvodák fejlesztése is beletartozik. Történtek jó lépések, fejlesztések az óvodák területén, de nem lehetünk elégedettek, mert például a törvényi előírás ellenére több óvodának nincs még tornaszobája, illetve ami van, az nem megfelelő. Az is jól látszik, hogy Paksnak szüksége van óvodai férőhely bővítésre, és most is látható ebből, hogy téves döntést hozott az önkormányzat, amikor Paks első óvodáját, a Kereszt utcai óvodát bezáratta. Kiemelte, ő erre képviselőként is nemmel szavazott. Az aspiráns arra is kitért, hogy bár idén január 1-től a szekszárdi tankerület lett a paksi iskolák fenntartója és működtetője, úgy érzi, a városnak az oktatási intézményekkel szemben nagy adósságai vannak, többek között nem megfelelőek az épületek kinézetei. Tavaly a paksi önkormányzat felújítatta a Paksi Deák Ferenc iskola egyik alsós épületét a Dózsa-György úton, és ez úgy történt, hogy kívülről két falat, ami az utcáról látszik, felújítatta, és az utcáról látszó ablakokat és ajtót cseréltette ki. Míg az udvar felől az épület továbbra is romos maradt a fala, az ablakok be vannak szögelve, be vannak csavarozva, ne lehessen kinyitni, mert ráesik a gyerekekre. Annyira elkorhattak már az ablakkeretek, hogy csukott ablaknál is ki lehet dugni az embernek az ujját, kezét az ablakkereten. A jelölt szerint ez egy látszott felújítás volt, amire nincsen szükség, illetve a második Rákóczi külső és belső rossz állapotára is kitért. Hozzátette, vannak jó iskola felújítási példák is, többek között a Madocsai és a Bölcskei. A sajtótájékoztatót azzal zárta, hogy mivel a paksi önkormányzat az egyik leggazdagabb az országban, méltatlanok ezek az állapotok a városhoz. Kereszt víznyelő rács cseréje miatt két helyen is forgalomkorlátozásra kell számítani, augusztus 28-ától hétfőtől Pakson. A félpályás útlezárása a Kölesdi út és a Vadász utca találkozásánál, valamint a Mátyás király és a Vásárhelyi Pál utca kereszteződésében kerül sor. A munkálatok előre láthatóan két hétig tartanak. 350 ezer forint értékben osztottak többek között sportcipőt és iskolatáskát a rászorulóknak a segítők házában. A cél az volt, hogy megkönnyítsék a családok számára az iskola kezdést. Minden évben augusztus végén a segítők házában a rászoruló családok támogatásban részesülnek az iskola kezdéshez. Idén 50 iskolatáska és 60 pár sportcipő talált gazdára, valamint a megjelentek különféle ruhanemük közül is válogathattak. Aki nagyon kevés fizetésből él, annak nehéz elindítani a gyereket az iskolába. És én azt gondolom, ha tanszereket megveszi, akkor nem nagyon jut másra. A rászorulók élelmiszercsomagot is kaptak, amiben volt többek között olaj, liszt, cukor, keksz, konzerv, tészta és még lekvár is. A segítők házában azt vették észre, hogy évről évre több a rászoruló, mindenből több kell, mint az előző esztendőben. Kajári Márta a nyár elején csatlakozott a segítők házához, egy újságban olvasott Ancika néniről, és példaértékűnek találta azt a munkát, amit itt végez. Tanárként a mostani kezdeményezést is csak támogatni tudja. Ez óriási segítség mindenkinek. Reméljük, hogy eljött mindenki, akinek valóban szüksége van rá. A legközelebbi, nagyobb adományosztás, amire a rászorulókat várják, decemberben lesz, a szeretett karácsony, valamint a segítők házában már 8 éve minden kedden, amikor lehetőség van rá, meleg ételosztás is van. Jó hír híradónk végén, hogy marad a kánikulai nyári idő, bár egy-egy záporzivatar kialakulhat, többnyire gyengén felhős napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton és vasárnap is 33-34 fok körül alakul.
Ha tehetik, tartsanak a folytatásban is velünk, Kápolnás Gábor táncművészt ismerhetik meg a híradó után jelentkező Talentumban. Friss híreinkkel pedig hétfőn este várjuk Önöket ismét a képernyők elé. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!